Köszöntöm a SpaceBridge nézőit! A következő figurákhoz hasonló korában még nem volt a csatornán, és őszintén szólva nem is valószínű, hogy lesz. És ezt a most következő trió is csak azért mutatom meg nektek, mert megleptek vele karácsonyra. Egyébként a gesztust azt köszönöm szépen, mert még mindig jobb olyan ajándékot kapni, aminek kevésbé örülsz, mint ha semmilyen ajándékot nem kapsz. Szóval, ha már így alakult, akkor megmutatom nektek, hát ha valakint érdekel ez a set, de előtte nézzük meg akkor a figuráknak a dobozát. És akkor itt is van előttünk a triónak a doboza, és azt kell, hogy mondjam, hogy bárki tervezte ezt a csomogalást, az nagyon jó munkát végzett, ha az volt a célja, hogy átverje a kevésbé hozzáértő vásárlókat, mert a színezése és a betűtípusok első rangú hamisítvány, tehát hogy mondja nektek, el, el, elhitetik az emberrel, hogy ez egy eredeti Hasbro pak, hogyha nem vizsgáljuk meg figyelmesen. Tehát, hogy látjátok a színvilágát, ez egyértelmű, ez a fekete, kékes csík, ez a stúdió szériának a színezése, ugye a stúdió 86 szériás figuráknak szokott hasonló lenne a stúdió szériás figuráknak a doboza. A maga ez a Super Changers robot felirat, ez meg inkább azt mondom nektek, hogy a filmeseknek talán azoknak szokott ilyen feliratuk lenni. De ugye itt általában itt szokott lenni oldalt a Transformers felirat, itt most Changers robot felirat van, meg gyakorlatilag te Ultimate Knight felirat van, szóval igazából itt minden megvan ahhoz, hogy az ember ha ránéz egy gyanútlan anyuka a polcon, akkor azt higgy, hogy ez egy eredeti licenszel termék, és csípőből bedobja a dobozt a mert azt mondja, hogy három figurát tartalmaz, és gyakorlatilag miért ne venném meg a gyereknek, hiszen tök jó áron van. Mert mit tartalmaz nekünk még a doboz? Gyakorlatilag mind a három figuráról van egy artwork, itt fölül elméletileg ugye ez lenne a hamisítvány Bumblebee-nek a képe, hát teljesen másképp néz ki ez a kép, mint a figura. Fölül itt láthatunk erről az Optimusról egy képet, hát jó, ez még azt mondom nektek, hogy oké, de ez is megtévesztő. Mint ahogy megtévesztő ez a Grimlock is, ami félig meddig, ez már nem artwork, ez igazából magáról a játékról készült szerintem magáról a figuráról. De itt ez színezésre stimmel, tehát majd meglátjátok, hogy a figurának nincs ilyen ezüstszínűre kifestve a kezel, nincs ilyen aranyszín a vállán, szóval mit is vannak eltérések. Oldalról pedig ezt mutatja nekünk akkor a doboz. A hátulján pedig láthatjuk gyakorlatilag már magát a figurákat robot és jármű módban, gyakorlatilag hát Grimlock esetében, vagy Dino módban. Itt se streamelnek a képek, mert nem így néz, majd ki Optimus meglátjátok, legalábbis a színezés az nem ilyen neki a figuránál. Egyébként a doboz alján látható maga a figuráknak az átalakítása, szóval külön átalakítási útmutató nem volt hozzájuk, hanem ebből kell gazdálkodnunk, de ez is bőven elég, mert nem nehéz átalakítani őket. Az alján pedig ezt a feliratot látjuk, a másik Oldalt, pedig egy olyan robotot, aminek semmi köze nincs a sethez. Na, úgy gondolom, hogy a csomóolást megvizsgáltuk kellőképpen, akkor most itt az ideje, hogy nyissuk is az űrhidat. És itt is van akkor előttünk három figura az altmódjában akikről elsőre azt hihetnénk, hogy ők Grimlock, Bumblebee és Optimus Prime. E, hát nyilván ez volt a cél, ugye? Tehát szinte a három legnépszerűbb figurát kiválasztották a Transformerek közül egy pakba, ki tudna erre ellenállni. Na, de vizsgáljuk is meg akkor őket közelebbről. Kezdjük a vizsgálatást akkor úgymond a Gagyi optimus hát megjegyezném, hogy szerintem ez a leggyengébb minőségű figura ebből a szedből. Nézzük akkor a figurának a gurulását, Hát srácok, ha megnézitek, én lögdösöm, de egyik kerék se forog, pont olyan jól gurul, mint egy vasaló, Ö, pedig hát hat kereke van, tehát legalább az egyik mozdulna meg, de nem. Na mindegy, ennyit a, ennyit a gurulásról nézzük akkor a kidolgozottságát, meg a színezését. A kidolgozottságára azt mondom nektek, hogy eddig a részig, tehát az eleje az egészen rendben van. Tehát ha megnézitek, egyébként tényleg egy kamionra emlékeztet minket, egy nagy grillrács az elején, ilyen kis lámpák is föl vannak rá festve ezőszínű kerettel gyakorlatilag, még azt hihetnénk, hogy itt van egy autóbot logó is, de nem, ne tévesszen meg titeket, az nem az, az csak egy ilyen autóbot logóra emlékeztető rész, a szélvédője ki van festve neki sőt, még az oldalsó ablakok is, és vannak még visszapillantó tükrök, itt a tetején meg vannak ezek a kis lámpák, egy kis sárnyak, azt ah, mondom, hogy még itt a kémény is megvan, ugye gyakorlatilag ugye maga a kipufogója az autónak, és akkor gyakorlatilag egy ilyen kékes lángnyelv rá van festve, szóval egész jó. Uh, hát a hátuljára ott már ugye, sajnos ott már egyértelműen árulkodik nekünk, hogy arról, hogy itt egy robotról van szó, hiszen itt vannak neki kint a kezei, uh, mind a kettő, illetve ezek a baromi nagy talapak is itt vannak a hátulján, szóval erről már azért lehet sejteni, mi a helyzet. Alulról ezt mutatja nekünk, hátulról akkor ezt mutatja nekünk, teljesen sima letisztult, és én úgy gondolom, hogy megnéztük kellőképpen, még esetleg a felnét megmutatom nektek. De most szakítok a megszokott formulával, és nem térünk rá a fegyverekre, az összehasonlításra és az átalakításra, hanem előtte megmutatom nektek a másik kettőt, ebből a pakból, és akkor gyakorlatilag utána egyszerre fogjuk csinálni az összehasonlítást is, és az átalakítást is. Úgyhogy akkor jöjjön a következő választottam ebből a szedből, aki pedig nem más, mint a úgymond gagyi Grimlock, hogyha mondhatom így nektek. Na most ez a figura egyébként már hátrányos helyzetbe indul nálam, mert én az eredetit se szeretem, akiről ez készült, tehát nekem ez a robot Disney Grimlock, ez soha nem tetszett igazából egy viccnek tartottam ezt a karaktert, de valakinek meg lehet, hogy ez a kedvenc Grimlockja, úgyhogy akkor tőle meg elnézést kérek, mert gyerekkoromban én is beleszerettem egy Grimlockba, biztos vannak közöttek olyan is, aki meg ezt szereti, ezt a Grimlockot. Nekem ez annyira nem adja magát. Egyébként ugye maga a gurulást nem tudjuk letesztelni, de a mozgathatóságot igen, azt le tudjuk tesztelni, csak akkor nézzük is, gyorsan mozgassuk meg, így a kezét azt ennyire tudjuk körbetekerni, mondjuk ez egyébként még egész jó, a lábát azt teljesen körbe tudjuk neki tekerni, hogyha úgy van kedves. Kedvünk. Tért be, csak ennyire hajlik, bár egy gömbüzületen van rajta, de itt mutatom nektek, hogy itt van egy ilyen műanyag, ki tudja, hogy miért, ami miatt megakad, ez miatt a figura, kezét se lehet jobban behajtani, de egy oldalra egyébként be tudjuk dönteni, szóval így tud így dasholni, így grimlock, így oldalra, hogyha úgy van kedvünk hozzá. Látjátok, hogy kapunk egy kis fókusz, hogy miről van szó. Na, a kidolgozottság az egyébként egész jó, tehát elég jól sikerült lemásolni szerintem az eredetit. Megvan neki ez a godzillás fej, gyakorlatilag a festés az módjával megvan igazából, de nem, nem nagyon látványos neki a festése. Itt a hátán megvannak ilyen kis tüskék, igazából zöldszínű láb, zöld farok, zöld fej, fekete torzó alulról. Ezt mutatja nekünk itt már itt látható és a figurának a feje. És akkor én úgy gondolom, hogy őt is kellőképpen megnéztük. Itt az ideje, hogy rátérjünk akkor a harmadikra ebből a setből. Itt is van akkor előttünk az utolsó figura ebből a triópakból, és ugye ez lenne akkor a Bumblebee hamisítvány. Na most rácok, ennek a három közül szerintem a legjobb az altmódja. Tehát nézzük akkor a gurulását, először gyorsan meg neki, hibátlanul fut. Tehát tényleg, tehát azt mondom nektek, némelyik házról terméknek is a dicsőségére várhatna, hogy ez hogy gurul. És ez ugyanabban a pakban volt, amiben az az Optimus, ami mozdulni se akar. Na most ugye egy Volkswagen bogarat akartunk lemásolni, ez valószínűleg a Bumblebee-t a movie ihlette valamilyen szinten ezt a Bumblebee-t, egészen biztos. E, és maga nem rossz. Tehát azt kell, hogy mondjam nektek, hogy teljesen oké, okay, megfelelő. Megnéztem, hogy a netflix és bumblebee is, meg van még egy ilyen MP bumblebee is, itt csak egy viszonyítás kép, amit nektek most nem hoztam ide megmutatni, de látjátok, hogy rendben van. Tehát az eleje abszolút emlékeztet minket egy Volkswagen bogárra, a lámpái gyakorlatilag, e, maga az üvegnek a kialakítása. Jó, mind a két oldalt van visszapillantó tükör, de ne legyünk annyira szigorúak. Hát itt a festés egy kicsit meg Megcsúszott, mondjuk, ha megnézitek, tehát ö, lejjebb van ezen az ablakon a festés, mint ezen. De legalább ki van festve, ezt is értékelhetjük, ahogy a hátsó ablak is ki van festve, és igazából a hátulja is rendben van, úgymond ennek a termék. Meg itt van egy ilyen sport felirat, és egy ilyen non-figuratív fényezés, hogy ő mégis csak egy sportbogár, nem pedig egy sima bogár. Ö, és azt hiszem, hogy ezt is kellőképpen megnéztük, alulról pedig ezt mutatja, hát ez gyakorlatilag az alja az egyértelműen elárulja a figurát. Na de se baj, egyébként én ránézésre. Egész egy ránézésre egészen megy egy Volkswagennek, nem? Na, ennyit akkor a vizsgálódásról, itt az idei rátérjünk az összehasonlításra. Ebben az összehasonlításban most a szokásos táb lesz a segítségemre, ami szerintem még bőven elég, tehát nézzétek, így néz ki akkor a Kingdomos Optimus mellett ez a akármilyen Optimus, aztán így néz ki nekünk akkor Jazz Bumblebee mellett, és akkor itt van nekünk még Dorothy, illetve ez a Power Master, aki segít nekünk abba, hogy megnézzük, hogy hogy néz ki Grimlock eh, emberek melletti viszonyításképpen. Na, de ennyit az összehasonlításról, itt az ideje, hogy akkor rátérjünk az átalakítására ennek a három figurának. Az átalakításuk egyébként senkinek nem hiszem, hogy problémát fog okozni. Megmondom őszintén, hogy igazából én is csak úgy fejből kezdtem el annó nyomkodni őket, és akkor úgy alakítottam át. Tehát azzal kezdeném, hogy itt ezt szétválasztanám, és akkor gyakorlatilag itt ezt már le tudjuk innen hajtani két oldalra, és láthatóvá válik előttünk a karakternek a karjai, illetve a torzója. Aztán ha jól emlékszem, akkor itt igen, megfogom ezt a szárnyat, és így felhúzom, és itt bizony, itt látható ez a kettő darab kiállás, ami ide volt el, nem, bocsánat, ez a kiállás ide volt rögzítve a figurának a térdéhez. Na mindegy, így hátrahajtom, hajtom, úgyhogy gyakorlatilag a kamionnak az eleje az lejöjjön így ide. Esetlegesen itt most megállhatok egy pillanat, hogy szétválaszthatom neki a lábait, el ne törjenek. Mekkora veszteség lenne, ugye? Szétválasztom neki a lábait, és akkor utána pedig ide lehajtom, most már úgy, hogy ebbe a torzója ide becsatlakozzon, elméletileg ide. Tehát így legyenek neki akkor a lábainál becsatlakozva, ez a ágyékvédő rész. És utána már csak annyi dolgom van, srácok, hogy ide hátrahajtom a kezeit neki. És ő kész is van, akkor jöjjön a következő, aki pedig nem más, ugye, mint a előbb már bemutatott altmódba a Grimlock, vagy legalábbis ő rá emlékeztet minket. Na, az ő esetében kicsit gondolkoznom kell, de a lényeg az, hogy úgy csináljuk a dolgot, hogy ezt a részt, ezt itt szét kell nekünk húzni, itt a, így, így, Na, ez, ha ez így megvan, így lehúztuk itt a kezeit, akkor szétválasztjuk a dinó fejet, amihez kell egy kis köröm vagy egy kis feszítés. Igazából ezektől mindig attól félek, hogy ezek a kis nagyon kis picike műanyag pöckök így letörnek. Na jó, az túlzás, hogy félek, srácok, de a lényeg az, hogy kellemetlen lenne. És ide lehúzom akkor a dinó fejre ezeket, ami a figurának a torzója volt, a T-rexnek a torzója volt, és ide hátrahajtom akkor a kis Dinó kezeket. Hogyha ezzel meg vagyok, annyi a dolgom még, hogy lehajtom ide ezt a mi a farka a karakternek, beállítom a kezeit, és igazából ez a figura is lényegében kész is van. Térjünk is rá akkor a következőre, aki talán ugye a legnagyobb kihívást okozza a három figura közül, ugye ő a kis Bogár Bumblebee. Itt az egész figurát, itt mutatom még egyszer, kicsit elsértem itt ezt a Részét a közepét így meghajlítom helyre. Egyébként ez először nagyon-nagyon szorult, de most már meg inkább laza. Uh, utána pedig, hogy ezt így hátrahajtottam, kihajtom minden a két lábfejét a figurának, az egyiket és a másikat, és akkor most szétválasztom óvatosan neki a lábait, de srácok, ez megint egy tényleg egy olyan, hogy ha hát ti ezt megveszitek, arra készüljetek föl, hogy ezt itt igen nehéz szétválasztani. Uh, hát igazából gyakorlatilag itt mutatom nektek, egy, kettő, három, négy darab ilyen kis letörhető kis műanyag tüske kapcsolt össze neki a lábait. Na, hogyha ezzel megvagyunk, akkor a lábai kész vannak. Igen, ezt mondtam, hogy ez az elején még szorult. Jöhet a felső teste, azaz jöhetnek neki akkor a karjai, amiket innen így kiakasztok, az egyik oldalt, a másik oldalt, és akkor lehúzom nektek ide a két vállát a figurának, helyre kerül, már annyi van, hogy a melkos lehajtom neki, e, úgy, hogy ezt itt hátrafele megnyomom egy kicsit, így szétugrik, mutatom, tehát ezt így megnyomtam, és akkor lehajtom ide a melkos páncért, és most ezt az egészet ide visszahajtom a fejébe a figurának, hogy itt szépen zárja a hátát, és srácok lényegében kész is, itt áll előttünk akkor a Super Changer Robot Trio Robot módban. Hát amint láthatjátok, a méretarányosság abszolút nem kész, -kész. az itt, itt borul, tehát látjátok, hogy Bumblebee a legnagyobb a csapatba, és Grimlock a legkisebb. Na de vizsgáljuk is meg akkor őket szépen közelebbről egyesével azért. A vizsgálódást Optimusnak a másolatával kezdjük. A színezés az nem rossz. Tehát látjátok, kék a sisakja, ezüst színű a rostéja, piros színű a szeme, jó, mondjuk a piros szem az nem annyira Optimus stílusa, de oké okay, legyen. A melkasa az ilyen izomokra emlékeztető ezüst színű lángnyelve is, tehát azt mondom nektek, nem rossz a színezése. Na most Csórikámnak a válla az eléggé hátra csúszott, amint látjátok, ugye ennek valahol itt kéne lennie a vállának, ehhez képest itt van. Na de mindegy ez van. Ö, haladjunk tovább, van neki egy ilyen egész klassz kis ágyéktakarója, szerintem az legalábbis úgy, úgy emlékeztet minket az utolsó lovakban, megismert Optimusnak ez az ágyékvédőjére, hát nyilván én, én azt hiszem, hogy ez az Optimus arról ö, lett koppintva. A lábai, ö, hát a lábai olyanok, amilyenek srácok igazából. <coughs> Na, nézzük meg hátulról a figurát, hát itt a lábain egy baromi nagy lyuk van, egyébként ezt mutatja nekünk hátulról, rendben van. Van neki egy backpackje, de az nem lenne zavaró. Nézzük akkor a figurának a mozgathatóságát. Ennyi. Ezt a figurát ennyire lehet mozgatni. Tehát itt ezt a karját ennyire fel tudom neki hajtani, a másikat ennyire, és kész. Befejeztük. Ez, ez nem lehet több mindent. Ez, ez, ez ennyi. Ez a... Ennyi a mozgathatóság. Na, úgyhogy megvizsgáltuk kellőképpen a mozgathatóságát, térjünk rá akkor a következő figurára azaz gyorsan vizsgáljuk meg Grimlockot is. Ez a figura egyébként egész jó. Tehát azt mondom nektek, srácok, hogy euh, igazából a feje egész rendben van, van neki egy ezüstszínű rostély az arca előtt, fekete sisak, vörös szemek, a vállai oké, okay. van rajtuk egy ilyen kis nonfi tetkó neki is, így gyakorlatilag a vállaira felfestve, a torzója az olyan grimlokos, meg a vállak és a kezei, hát oké, okay, olyanok, amilyenek, rendben van. Lábaire lábaira rátérve, ez a cipő rész nekem nagyon nem tetszik, de azt hiszem, hogy a Na, most hirtelen akartam nektek mondani, a Prime-os terror konok között volt egy Transformers, akiről ez lett mintázva, majd lehet, hogy egyszer oda hogy azokat is megmutatom nektek, és akkor talán ez a Grimlock újra kerül, és összehasonlítjuk. Hátulról ezt mutatja nekünk a figura, azt mondom egyébként, hogy még így is, úgy, ahogy rendben van mozgathatóság terén a fejét nem lehet neki mozgatni, a karját az természetesen teljesen körbe lehet tekerni, hiszen ez dinó is körbe lehet tekerni, a kezeit ennyire be lehet itt így hajlítani, és akkor a hát ilyen is van, de hát ez még a házbrósokkal is megtörténhet, ugye, hogy leugrik nekik a kezük. De sikerült visszarakni, nézhetjük a lábait. A lábait ennyire lehet előre hajtani, hátra semennyire nem lehet behajlítani, és térbe szintén nem lehet őket mozgatni, szóval igazából ö, talán még egy oldalra tudunk bele ennyire terpeszteni. És akkor azt mondom, hogy őt is kellőképpen megvizsgáltuk, megnézegettük, jöjjön akkor az utolsó apakból, akiről, hogy már korábban mondtam nektek egyértelműen, hogy űrdongónak a koppintását, nézzük, hogy ez mennyire sikerült jó. Hát a feje az egész jog űrdongós, mondjuk a sisakját azt nem festették ki neki sárgára, de hát nem ez a fő probléma ezzel a figurával. Szemei pirosak, a rostély az az ezüstszínű, mondanám nektek, hogy igazából még ilyen organizott, vagy promozottra emlékeztet, egyébként maga a felső része az ilyen sötétebb, ilyen szürkés. A torzója az egész jó, emlékeztet minket Bumblebee-re, tehát ugye ténylegesen, hogy a Volkswagen-es, ahogy a filmben volt, talán ilyesmi volt neki. A karjai azok, öh, hát azok olyanok, amilyenek srácok ott is legalább kapott egy kis fekete festéket, ennek mondjuk örüljük. Egyébként ez a rész meg egy egész jó lett így neki gyakorlatilag a torzójának az alsó része, a lábai pedig ilyenek a lábai srácok, van neki kis ezüstszínű cipője, hátulról pedig ezt mutatja nekünk a figura, uh, jó, hát mondjuk igen, itt egy hatalmas nagy üreg van, de igazából most erre mit mondjak? Én úgy gondolom, megvizsgáltuk őt is kellőképpen, mozgassuk meg egy kicsikét, a kezét az teljesen körbe lehet tekerni, egy gömbüzületen van leföl ennyire lehet mozgatni, derekát nem lehet, lábát igazából korlátozottan ennyire lehet oldalra széthajtani, előrefele egész jó, hátrafele szintén egész jól megy neki, a térdbe pedig igazából így hajlik nekünk, és ez a lába ez jobban is hajlik, mint kellene. Oké, okay. úgy gondolom, megvizsgáltuk őket kellőképpen így, akkor nézzük meg most őket a fegyvereikkel. A pakhoz egyébként kettő fegyver járt, mind a kettő egy kart, hát három robothoz nyilván ennyit kell adni, tehát kettő darab fegyvert. Ezen akkor Optimusnak a kardja, mutatom nektek, ilyen titán szürkés, nem rossz, tehát így azt mondom nektek, esetleg más robotnak is oda lehet adni a kezébe, hogyha mondjuk egy hivatalos házbrósnak akarunk fegyvert adni. Ez gyakorlatilag így néz ki, és akkor ezt belerakjuk a legfőbb vezérnek a kezébe. Yeah, belerakjuk, mondom, belerakjuk, és ha benne van, akkor tud vele szúrni Optimus, tehát igazából uh, így, uh, neki tud rohanni az ellenfélnek, mert ugye fölemelni már nem tudja a kartot. A második fegyver a dobozképnek, ha hihetünk, az bumblebee Tipikus Bumblebee fegyver, ugye egyébként? Tehát megmondom őszintén, ez a kart nekem tetszik. A másik az, az jó, meg minden ilyesmi, de ez, ez, ez sokkal jobban tetszik, de ez egy egyértelműen nagyon Grimlock kard, nem? Na mindegy, a dobozgép szerint pedig ez a kis bogáré, és ezt pedig így bele lehet rakni a kezébe, ő ezt így tudja megfogni, és akkor Grimlock meg azt mondja, hogy cseszétek meg, és elsétál, ugye, mert hát neki nem jutott fegyver. Na, ennyit akkor a fegyverekről, itt az ideje az összehasonlításnak. És akkor ő ismét itt lenne a teljes tábom, hogy összehasonlítsam nektek, gyakorlatilag megmérjem őket. Hát ők így néznek ki egymás mellett. Ha megnézitek, akkor Grimlock időközben megszerezte magának ezt a kardot, mégiscsak hozzáillik. De egyébként, ha úgy nézzük, hogy B meg Jazz egész jó ki magasságra, mondjuk b -nek egy kicsit kisebbnek kéne lennie, de ez a Jazz amúgy is szerintem egy picit alacsonyabb, mint kellene. Így néz ki akkor Optimus Optimus mellett, Grimlock meg a humánok mellett. Na, de ennyit az összehasonlításról, itt az ideje, hogy összefoglaljam nektek a véleményemet erről a, ezekről a figurákról. Tehát akkor összességében nézve ezeknek a figuráknak a megvásárlását senkinek nem ajánlom. Még akkor sem srácok, hogyha nem, tehát ez, ez, ez egy olyan dolog, hogy ö, gyűjtőknek nem ajánlom, mert nem elég szépen kidolgozottak, játékra pedig nem ajánlom, mert szerintem túl törékenyek ahhoz, hogy ezek hosszú távon alkalmasak legyenek játékra. Ha mégis megveszitek, csak saját magatokra megvessetek, én igazából szóltam, és ezzel igazából végére is értünk ennek a videómnak. Ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, megtisztelnétek, a feliratkoznátok, és köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket, sziasztok!